Ünnepi szentmisével emlékeztek Szűz Mária halálának és mennybe jutásának évfordulójáról Doroszlón. A híveknek a 25 éve szolgáló Vajda Károly vercsődi plébános prédikált. A plébánia udvarában található Szűz Mária szobornál hétfő délelőtt a falu apraja és nagyja együtt imádkozott. Szűz Mária nagyon sokszor még segített bennünket, családomat is. Még mink itt születtem, mink ebben élünk, mink ez nélkül nem is tudnánk az életünket talán megképzelni. Doroszló nem csak nagy boldogasszony napján telik meg hívekkel, a településen található az ismert zarándokhely, a Szent Kút. Maga a kút hívta, vonzotta ide az embereket évszázadokon keresztül, és ez a fajta vonzás az, amely mind a mai napig érezhető itt a Szentkúton. Különböző búcsúk vannak. Természetesen a nagy búcsú a szeptember 8-a, illetve 7-e, 8-a kétnapos kisboldogasszonyi búcsunk, de minden nagyon Mária ünnepet, mint például nagy boldogasszonyt is megünneplünk. Ez itt a doroszlói Szentkút, amiről évszázadok óta az a hiedelem járja, hogy átsegíti a híveket a betegségeiken, a helyiek még ma is hisznek jótékony hatásában. Itt születtünk Doroszlón, mink ebben nőttünk föl, ebbe hitbe, ebbe reménységbe, és nagyon sokat jelent. Azt mondják, hogy sok segít ez a víz, még sok embernek is segített ez a víz. A kútról számos legenda is született. 1732-ben, most nem tudom pontosan a dátumot, egy gombosű fiatalember, vak fiatalember álmában megjelent a szűzanya neki, hogy jöjjön el a Szentkúthoz, mossa meg a szemét, és akkor újra látni fog. Fölkeltette az édesanyját, hogy édesanyám, mit álmodtam, eljöttek, és valójában csoda történt, megmosták szemét, és azt elkiabálta magát, hogy édesanyám, látom Kendet. Doroszlón a következő nagy búcsú kisboldogasszony napján, szeptember 7-én és 8-án lesz, amikor a zarándokok tömegesen érkeznek, hogy gyógyírt találjanak fájdalmukra Szentkúton. A zarándoklat mottója idén, irgalmasok, mint az atya lesz.